Tehát akkor az ezüst pohár hol van? Benjaminnak a zsákjában megtaláltak, és azt mondta, hogy akkor itt marad a Benjamin, de végén Júdának nagyjából sikerül elmondani és meggyőzni, ugye Józsefet, hogy akkor én ilyenkor újra sír. Ötször én elment, mondtam múltkor, hogy mikor sír. Ez volt az alkalom, amikor Júda azt mondja, mert József pontosan tudja, ki volt, aki ezeket csinálta, nem? Hát ő hallotta, ő ott volt, ő mint személy, ő tudja, hogy Júda volt, és ő most ott van előtte, leborul, mint rabszol, ő akkor rabszolgál lenni a testvérnek. Tehát minden ember kap megfelelő lehetőséget bűnbánatot tartani a megfelelő időben. Isten megadja, mert minden embert akkor üdvözíteni, mi megragadjuk. Egy másik helyzet, amit új szövetségből szeretném itt kiemelni, hogy Péter. Péter háromszor tagadja a mestert, nem? Mesterét tagadja, és hol? Tűz mellett ül, mert kicsit azért hűvös volt, és akkor a tűz mellett ott ül, és akkor jön, na, a rabszolga lány vagy, aki ott felszolgált, és azt mondja, hogy te is Názretivel tartottál. Na, nem ismerem. De ahogy is, nem is hallottam róla, egyszer, kétszer, háromszor. Feltámadása után Isten megadja neki egy lehetőséget ugyanolyan módon. Tűz van. Paras. Ott van. Jézus mondja. Simon, János fia, szeretsz engem? Egy. Megint kérdezi, szeretsz engem? Megint. Szeretsz engem? És sír. Ez van írva. Bűnbánat. Isten minden embernek megadja. Ez itt, tehát pont a fordítót lehet látni, hogy megragadja. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Ez a válasz. Ebben minden megvan, és sír. Kedves testvérek, ezért mondja, hogy az Istennek a üdvözítő szándéka minden ember iránt ugyanez. Csak mi sokszor nem ragadjuk meg azt a lehetőséget. Nem az a baj, hogy valaki vitkezik, valaki bűnt követel, hanem kap egy másik lehetőséget visszatérni. Akkor vissza kell térni, akkor van az üdvösség történetnek a megkóstolása mi életünkben is, hogy érezzük, hogy mi újra gyermekei vagyunk neki. Szóval ilyen egy eseményt lehet látni új szövetségben is, Péter sír. Most már József, ugye amikor ezeket elmondja, Júda rabszolgá, és nem tudja visszatartani. Most már eljött az a pillanat, amikor József teljesen megtört. Nem tud visszatartani most a titkot. Most már mindenképpen a kilétiről kell beszélni. Ezért felfedte kiléti testvérei előtt. Azt mondja, én vagyok József. Ilyenkor mi lehet mit lehetett, vagy mit gondoltok, mi történik ott, amikor ez az ember, aki ilyeneket csinált, meg eddig volt, meg mindenfélét, és most mondja, ő az, az a testvér, akit eladta, ugye? Amikor azt hallja a testvérek, milyen érzés lehet? Ezt írja a Szentírás, félelem volt, mert nagyon megijedtek. És azt mondja, hogy rémület. Nem tudtak szólálni se. Senki nem tudta semmit mondani. Talán megdermedtek? Így megálltak. Ugye így szokott lenni időnként meglepetés, hatalmas nagy meglepetés, nem tudjuk mit szólálni. Mondjuk, hogy a feleségének van 50. születésnapja, és a férje hoz egy bivajt. Például. És akkor megdermed. Ilyen valami történik, hogy nem tud szólálni. Ott van József. Mivel nem tudják mit mondani, ők, József maga elmondja nekik, most figyeljetek, három dolgot mondom. És ez nagyon gyönyörű, ez a három dolog. Érdemes megegyezni a többiek között, nem ezek minden, de a pontokat, amiket én időnként szoktam kiemelni, ez az üzenet számunkra. Most mit mond? József azt mondja, ne féljetek, és ne is
szörnyölködjetek azon, hogy eladtatok engem ebben az országban. Ez az első. Általában, amikor ugye fordítva lenne, akkor megbánják, meg szomorúak, meg ugye, depresszióba esik, ez az ember itt van, akit eladtunk, és akkor veszekedni kezd, mindenféle baj lenne, mert egymás között akkor is volt vita, eladjuk, vagy megöljük, vagy nem tudom, miket csinál, ugye. És akkor ne féljetek. Megvigasztalja. Na ez az, amit én szeretném mondani. Ebben a helyzetben a testvéreket megvigasztalja, mondván, ne féljetek, de ne is legyetek szomorú. Hogy ti eladtatok engem ebbe az országba. Ez az első. A második azt mondja, a ti megmentésetekre küldött engem Isten, előtettek Egyiptomba. Nézd csak, hogy fogadja ezt az egészet. Az Isten küldte engem, előtettek ide Egyiptomba. Pedig tudjuk, hogy miket csinált vele, nem? Testvérek. Mégis ő oly pozitívan megvigasztalja a testvéreket. Mondván, hogy előtetek, a ti megmentésetekre küldött engem ide Isten ebbe az országba. Háromszor azt mondja, nem a ti elhatározásotok, hanem Isten akarata küldött engem ide. Ez nem volt akkor, hogy ti elhatározott, akkor eladjuk, és akkor egy kis pénzeressük. Ne, ez nem volt az. Ne bankodjátok, hanem Istennek az akarata volt, ami rajtatok keresztül megvalósult. Ezért így vigasztalja. Micsoda egy nemes ember lehet József. Mi pedig miket csinálnánk, ugye? Ha mi kezünk be az... Ezért mondom, hogy emberi természet és isteni természet. Mindenkiben van az a kettő. Sokszor mi csupa az emberi természet uralkodik mi bennünk, és egyáltalán az isteni természet nem jön föl. Amikor az isteni természet előkerül, vagy domborítjuk, vagy növekszik mi bennünk, az emberi természet az csökken. Keresztelő Szent János mit mondta? Emberi természetnek kisebbednie kell. Neki, én bennem növekednie kell. Az mindenkinek szól. És ez a szendek, azok, akik előttünk jártak, így éltek. Hogy a isteni természet, ami mi bennünk, az növekedett nap, mint nap. És az emberi természet, ami emberi nagyon is, az csökkent. És nekünk ezen, ez a lelkiségünk, lelki útunk, lelki világunk, mindent, amit mi élünk ezen az oldalon, ezt kell, hogy segítsen. Mennyire tudom én bennem élő isteni természetet, Istennek a részét, hogy növekedni tudják. Akkor jobban lássuk az embert. Mi magunkat és embereket. Nem csak embereket, akkor lássuk igazán testvéreket a másik emberben. Ezért Szentírás mondja, szeressétek egymást így, ahogy én szeretlek benneteket. Tehát ezt a három pontos üzenetet ad, ne féljetek, és ne is legyetek szomorú. Mert engem eladtatok, ebben nem kell nektek, mert én előttetek jöttem ebbe az országba, mert az fontos volt. A második, ott ti megmentésetekre küldött Isten. És nem a ti elhatározások miatt jöttem, hanem Isten akarata volt, hogy itt legyek. Ebből megoldja azt a feszült, nehéz pillanat testvérek között. És a végén, amikor elbúcsúzik, most azt mondja, menjetek vissza édesapámhoz. És én azt szeretném, hogy hozzátok őt is ide. Mindenki, nem csak ő, ami ott van. Mindenki jöjjön, a jószággal, feleségeitekkel, gyerekeitekkel, mindenki, aki ott van Kánán földjén, jöjjenek ide, mi már itt fogunk élni. Még egy tanácsot ad, mielőtt elbocsájt. Azt mondja, az úton ne veszekedjetek. Miért mondta talán ezt? Emberi természet, mert úton visszafelé már az igazságot kell mondani kinek? A apjának, mert ki van itt? József, aki már meghalt.
Most az igazságot kell mondani, hogy József él, mert azt mondta, hogy hozni kell őt is ide. Most baj van, akkor úton ezen fognak vitázni, és akkor vezekedés lesz. Most én mondtam, hogy ne üljünk meg ott, egyik azt mondja, a másik pedig azt mondta, hogy nem. És így vita lesz. József előre látja ezt, hogy mit fog történni az úton, ezért ezt intelemmel küldi őket, hogy ne veszekedjetek az úton. Időnként érdemes mondani, ne veszekedjetek az úton. Van ilyen, amikor egy-egy buli után hazafelé tart, kocsiban veszekedés van. Egy kirándulás, vagy éppen egy pihenés, egy hétig megy valahol a tengerpartra, visszafelé veszekedés van. Ne veszekedjetek az úton. Minden rendben lesz. Én nagyon csodálkozom, én őszintén szólva, hogy én nem is tudtam, én hálát adok jó Istennek, hogy elkezdtem magamért is, mert én rengeteget tanulok. Mi nem tudjuk, hogy az ige hogy formál bennünket. Egy bizonyos helyzetben hirtelen eszembe jut, fú, ez így van, így kéne, hogy legyen. Bízunk, minden rendben lesz. És az akkora formáló erővel rendelkezik az ige, ezért az ige megismerete, amennyivel mi ismerjük a Szentírást, annál inkább finomabbá válik, az Isten növekszik mi bennünk, hogy minden nap két béka birkozik, vagy ötközik minden nap. Amit etessük, az növekszik, erősödik. A isteni természetet, akkor az erős lesz. De ha csupa emberi természet, akkor az fogja legyőzni, és úgy is lesz a mi életünk, olyanná válunk. Tehát finomabbá akarunk válni, és tényleg mondja, hogy Istennek az a dicsősége, hogy teljesen ember légy, teljesen ember légy. A teljes ember az mit jelent? Ott van az Istennek a... Ne értsük félre ezt a mondatot, amikor azt mondja, angolul még jobban hangzik, God's glory is to be human, fully human. Teljesen ember, embernek lenni Isten dicsősége. De az nem azt jelenti, tiszta emberi természet, nem. Az az ember, a kép, mi Istentől, Isten fiától kapunk. Isten és ember. Csupa ember, akkor az vad. Az már olyan, mint egy állat. Azért így tudunk szokott szólítani egymást, te állat. Vagy te marha, igen. Disznó. Ez az, mert oda tartozik akkor. Ez ott isteni természet. Ezért ezek a ugye szavak mind, ez egy jó lélek, ez hiányzik ma a társadalomban. Inkább sokszor lehet hallani marha, meg disznó, meg ilyen dolgot, mert ott vagyunk. Ez egy jó lélek. Na, ez már az isteni természet az emberben növekszik. Ezért mondom, hogy a Biblia, ha tényleg mi komolyan tanulmányozunk, és azzal a széllel, hogy nem egy regény, vagy nem tudom micsoda, hanem átformáljon bennünket, akkor az át fogja formálni, anélkül, hogy mi küzdünk vele. Egyszer én erről beszéltem. Ugye? Csak itt kell lenni. Vele lenni, és az magától bennünket, ez az a hatható ereje, az belülről formálja bennünket. Sok esetben azt ti fogjátok tapasztalni későbbiekben. Remélem az egy év alatt valami azért történt veletek, nem? Az isteni szikra azért kicsit növekszik, nem az emberi, csupa emberi, remélem. Ha az nem történik, akkor baj van. Vagy velem, vagy veletek. Vagy mindkettőnkkel. Legalább velem történik valamit, az biztos. Én nem vagyok az a hülye, aki sok évvel ezelőtt volt. Kicsivel bölcs, de nem az emberi bölcsességről beszélem, Istennek a bölcsessége, az átformálja az embert így. Úgy lehet mondani, bölcsebb lettem. Nem csak a hajom elhagyott, hanem ezzel kaptam is valamit. Valamit hagyta, valamit kaptam. Igen. Na, akkor azt mondta, ne veszekedjetek az úton, mert minden rendben lesz. Azt, ami az igazság után.
Krisztus, Urunk!